Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Naphíre. Nem csitulnak a kedélyek a Népszabadság ügyében. A dolgozók ugyan ma bemehettek a székházba a személyes holmiaikért, de érdemben tárgyalás továbbra sem történt arra vonatkozóan, hogy mi lesz a Népszabadsággal a jövőben. Most nézzük a legfontosabbak összefoglalóját. Néhányan jártak a Népszabadság szerkesztőségénél. Délelőtt a felfüggesztett napilap újságírói közül többen is átvették személyes holmiaikat. Csepei Adrien, az újság kulturális és sportrovatának munkatársa mesélt arról, hogy csak hármasával mehettek be az épületbe, ahol elvileg 20 percük volt az összepakolásra. Távozás előtt pedig még egyszer átnézték a dobozaikat, nehogy mást is elvigyenek. Az világosan látszik, hogy itt nem volt semmiféle Népszabadság szerkesztőségben, tehát gyakorlatilag egy munkaterületen állnak a dobozaink egymásra halmozva, és ott próbáltuk előkeresni a számuk alapján, hogy mely kihez tartozik. Szerintem igazából nincsenek rá más szavaim, annyira abszurd ez az egész. Délután a Népszabadság tulajdonosa a MediaWorks bejelentette, hogy Dor Tamást, a társaság értékesítési és marketing igazgatóját nevezte ki a kiadócsoport megbízott vezérigazgatójának. Alapfelfüggesztése azonban más problémákat is felszínre hozott, hiszen lekapcsolták az újságírók és szerkesztők telefonjait és e-mailjeit, így illetéktelenek hozzájuthatnak ahhoz, honnan szerezték az újságírók az információikat. A Fidesz alelnöke bízik abban, hogy minden törvényesen zajlik. Egyelőre azt látom, hogy bármennyire próbálja mindenki a kormánypártokat ebbe a vitába bevonni, egy külföldi tulajdonban álló magántársaság és a Népszabadság szerkesztőségek közötti vita áll fenn. Természetesen mi azt várjuk a külföldi tulajdonban álló magántársaságtól is, hogy a magyar jogszabályokat teljes egészen megtartsa be. Az újság több évtizede működő archívumát is sokan féltik az átalakulástól. Egy olyan helyzet teremtődött, ahol a saját múltunkat, ami minden egyes újságírónak egy értékszempont lehet, a saját múltunkat nem teszik elérhetővé, és ez például egy olyan szempont, ami szerintem nem civileknek kell képviselni, hanem az újságíró szövetségeknek kell ezzel szemben fölépni. Kerestük az újságíró szervezeteket is. Tóth Károly, a MOSZ ügyvezető alelnöke nem akart nyilatkozni, azt írta, ugyanazt gondolja, mint korábban, vagyis, hogy a lap gazdasági okok miatt szűnik meg. A Független Újságírók Szövetsége szerint a lap felfüggesztése súlyosan sérti a sajtószabadságot. A kormány mellett többször kiálló Magyar Elektronikus Újságírók Szövetségének pedig nincs honlapja, így nem tudtuk feltenni kérdéseinket. Közben ma délután 10 szerkesztőség és szolidaritást vállalt ismételten a Népszabadság, illetve publikálási felületet ajánlottak fel. A szerkesztőségeket láthatják mellettem többek között 444.hu, Euronews, 168 óra, nagyon sokan csatlakoztak hozzájuk, és egyébként közleményükben azt írták, a Népszabadság minden gondjával együtt érték, melyet alap tulajdonosai most minden üzleti logika ellenében nyilvánvaló politikai indítatásból akarnak nyom nélkül eltüntetni a magyar nyilvánosság. Ez a demokratikus normák elfogadhatatlan megsértése. Láthatták az első bejátszásunkból, hogy 5 nap alatt most már a második megbízott vezérigazgatót nevezték ki a cégénére. Természetesen szerettük volna őt meghívni az adásunkba, hogy elmondja a véleményét, és talán megtudjuk tőle, hogy valójában van-e szándék a Népszabadság eladására, vagy igazából az újság megszüntetése a cél, de megkeresésünkre végül is nem válaszoltak. Viszont itt van a stúdióban a Népszabadság egyik munkatársa, Jem László Ferenc, szervusz, jó napot. Szervusz, jó estét kívánok. Hol tartotok most pontosan a tárgyalásokkal? Igazából már a tegnapi nap világossá tettük, hogy egészen addig, amíg a munkatársak, az újságírók, a kollégák helyzetét nem rendezik, amíg nem derül ki, hogy mit akarnak velünk kezdeni, addig nincs miről tárgyalni. Hogy miért mondjuk mi ezt? Ugye itt olyan kollégák is vannak, én ugyan egy éve dolgozom a Népszabadságnál, de vannak olyan kollégáim, akik 25-30 éve ott dolgoznak, a fél életüket ott töltötték, és azon kívül, hogy a személyes tárgyaikat most remélhetően megkapják, bár ugye nagyon megalázó körülmények között,
de hogy kapják meg azt, ami egy élet munkája után jár. Tehát ha végkielégítésről van szó, akkor kapják meg a végkielégítésüket, vagy a ki nem vett szabadságukat. Van olyan idősebb kolléga, aki az egész idei évet végig dolgozta, néhány nap szabadságot vett ki. Tehát mindenki kapja meg azt a jussát, ami a munkatörvénykönyve szerint nekik jár. Ez egy olyan alap, amitől nem lehet eltekinteni. Innentől kezdődik minden más. Ennek egyébként van egy olyan összefüggése is, hogy egy picit úgy érezzük, mintha jobbágyok lennénk, mintha megkötöttek volna minket, mert elviekben, ha jól értem, nem vagyok teljesen tisztában a jogi helyzettel, de nem is ülhetnék itt, és nem is nyilatkozhatnék. Hát publikálni nem publikálhatnám. Nem publikálni. Én szeretnék publikálni, ha úgy tetszik, munkaelvonási tüneteimben. Szeretnék tovább folytatni a cikkeimet, megírni a következő anyagot, de egyelőre ezt nem tehetem meg. Nyilvánvalóan teljességgel értető mindenki számára, hogy rendezni szeretnétek, hogy a munkavállalókkal veletek mi lesz. Csak mindeközben ugye telnek a napok. A Népszabadság pillanatnyi meg nem jelenése körül, óriási a felháborodás, de hát ismerve ezeket a folyamatokat, ahogy zajlani szoktak, napról napra azért ez ugye csökken. Tehát nyilvánvalóan az lenne az érdeketek, hogy még akkor folyjanak tárgyalások, amikor nagy a társadalmi nyomás, meg a nemzetközi nyomás. Ez így is van, és hogy is mondjam, garantálni fogjuk, hogy amíg csak lehet ez a nyomás a cégvezetésen megmaradjon, már csak azért is, mert úgy gondoljuk, hogy ők vannak jogsértésben, úgyhogy mi tovább folytatjuk azt, amit az elmúlt napokban, el fogjuk mondani a véleményünket, és minél szélesebb fórumokon fogjuk elmondani, nemzetközi szinten el fogjuk mondani, hogy mi történik ezzel a céggel, mi történik ezzel az újsággal, ami, bocsánat, nem csak egy újság, egy intézmény, tehát mégiscsak a magyar sajtó történetében ez egy intézmény. Úgyhogy nem fog elmúlni a cégvezetésen a nyomás, ne reménykedjenek benne. Ha esetleg erre megy ki a játék, hogy esetleg majd csendesebb legyen, vagy kisebb legyen a zaj körülöttük, akkor azt gondolom, hogy nem fog ez a zaj csökkenni. Mai nap érdekes híre azt olvashattuk, hogy a kvóta kampány reklámköltéseiből érdekes módon pont a MediaWorks, a nyomtatott sajtó területén belül a MediaWorks kapta a legtöbb pénzt. Ezt hogyan lehet értelmezni? Mert ugye eddig azt hallottuk, hogy a Népszabadság maga, az újság nagyon kevés kormányzati pénzt kapott ugye a reklámokon keresztül. Úgy tűnik viszont, hogy a MediaWorks sokat, és már régebb óta viszonylag sokat. Ez mire utal szerinted? Ugye ez tényleg nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a Népszabadságban nem voltak ezzel kapcsolatos reklámok, tehát a kóta kampányban nem vettünk részt. Ha ez megpróbáltak volna rávenni, akkor is nemet mondtunk volna. Én szerintem, hogy is mondjam, nem tudok másra gondolni. Itt láthatjuk egyébként, láthatják a nézők is a képernyőn, most pont nem látod, nem? Igen, most már látod. Igen. Tehát látható, hogy a MediaWorks-nek elsősorban a megyei lapja, illetve a Nemzeti Sport 55 milliárd, míg mondjuk emblematikusan a Magyar Idők, az, illetve millió elnézést, a Magyar Idők pedig 35 millió. Én is olvastam az átlátszó cikket, kiváló cikkét. Egyrészt meglepett. Tehát pontosan azért, mert ugye a Népszabadságban jelét sem láttuk annak, hogy itt valami kampány zajlik. Másrészt pedig én azt gondolom, tehát nem tudok másra gondolni, bizonyítékom nyilván nincs. Nem tudok másra gondolni, mint hogy esetleg, és ezt kérdésként fogalmazom meg, ez előkészítése lenne a cég eladásának? Egyfajta kompenzáció? Egyfajta, hogy is mondjam, pénzjuttatás ennek a nagy cégnek? Ugyanakkor persze, mint médiapiaci újságíró, nem vagyok naív, meg ugyanakkor valami racionalitás is van ebben, hiszen ugye itt megyei lapokról van szó, és hogyha ők ugye a megyei embereket akarták, vagy a helyben lakó embereket elérni a kóta kampányal, akkor nyilván itt kellett reklámozniuk. Tehát, hogy mondjam, kettős ez a dolog, de ott van bennem, hogy vajon milyen cél szolgált ez az iszonyatos pénzkihelyezés. Időbelűségét tekintve azt jól tudjuk, hogy egyébként nagyjából megegyezik az az időpont, amikor a Szabad Sajtó Alapítványtól kivásárolták a részvényeket, illetve amikortól több kormányzati forrás jutott a céghez. Én ugye azt tudom, hogy néhány héttel ezelőtt, csak ugye már nem tudom bizonyítani, hiszen nincsen archívumunk, írtam egy cikket arról, hogy mennyit költenek az állami cégek és a kormány. És meglepve tapasztaltam a közérdekű adatokból, hogy tavaly pont ebben az időszakban megugrott a MediaWorks-ben az állami hirdetések aránya, vagy legalábbis több pénz jutott oda. Ez szerintem ez az időbeli egy beesés önmagáért beszél. Ebből mindenki le tudja vonni a következtetéseket. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm.
Szabó Tíme a következő vendégem. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó estét! Ön most itt figyelve az elmúlt napok történéseit, mit lát, milyen irányba mennek a dolgok? Abba az irányba, hogy talán tényleg el tudják érni majd a Népszabadságnak a vezetői, hogy újraindítsák a napot, vagy igazából ez senkinek nem szándéka, illetve őket leszállítva a vezetőségnek, a média vörökszák, vagy akár a kormányzatnak nem szándéka, és mindenképp az lesz a vége, hogy a Népszabadság ilyen formán, ilyen lap nem lesz már a jövőben. Hát először is egészen dermesztő az, amit az elmúlt napokban látunk. Mindig van egy, vagy hát ugye most már 6 éve azt mondjuk, hogy sokszor mondtuk, hogy van egy határvonal, amit a Fidesz átlépett, de azt hiszem, hogy most már ez tényleg egy igazi vörös vonal, ami után már nem tudom, hogy mi következhet. Hát először is azért hadd mondjam el, hogy a Párbeszéd teljes támogatásáról és szolidaritásáról biztosítja a Népszabadság munkatársait, és a kérdésével kapcsolatban sajnos csak azt tudom elmondani, amit Pető Péter főszerkesztő helyettes mondott el, hogy ő nem látja azt, hogy itt valaha nyomtatott formában újraindulhat a Népszabadság. Azt látni kell, hogy ez az elmúlt napok eseményei, ezek nem önmagában a Népszabadság bezárásáról szólnak, hanem a magyar demokrácia, a jogállam teljes ledózerolásáról és bedarálásáról. Orbán Viktor nem fog addig nyugodni, amíg az utolsó trafikot is el nem veszi egy rokkant nyugdíjastól, amíg az utolsó négyzetméter földet is el nem lopja a gazdáktól, amíg az utolsó fillér fizetést is el nem veszi az ápolóktól. Tehát látszik, hogy itt egy olyan felhalmozás van Orbán Viktor és családtagjai, haverjai körében, aminek hát ők maguk biztos, hogy nem fognak megállj parancsolni, és ezért kell látni, hogy ez nem önmagában a Népszabadság bezárásáról szól, sőt, még csak nem is a sajtószabadságról Magyarországon, hanem arról, hogy itt szépen lassan most már valóban egy diktatúra kezd kiépülni. Egészen másképp látja a kérdést a CÖFCÖK, ha ők ma kiadtak egy közleményt, amelyben azt írták többek között, hogy a sajtószabadság él és virul, és egyébként kritizálták azt, hogy Pitella merte kritizálni a Népszabadság megszüntetését. Most ezt én kommentáljam, hogy a CÖF. Hát, mit mond? Hát nyilván persze, tudjuk, hogy a CÖF mindig... Ez teljesen egyértelmű, hát, de ők hogyan láthatják ennyire másképp ezt a dolgot? Nem tudom, ezt nyilván tőlük kellene megkérdezni, én nem szeretnék a CÖF nevében beszélni, azonban azt láttuk, hogy az elmúlt 6 évben, amikor Orbán Viktor egyet füttyentett, teljesen mindegy, hogy mi volt a téma, akkor a CÖF azon az utcán termett, és a elfogadhatatlanabb dologban is odaálltak a Fidesz kormány mellé. Én nem hiszem, hogy az, hogy a CÖF mit mond, az ebben mértékadó lenne egy kicsit is, vagy egyáltalán. Talán a kérdés felvetésen túl erről igazából beszélni kellene. Szerintem az sokkal fontosabb például, hogy most vasárnap délután a Párbeszéd, az Együtt és az LMP például egy közös tüntetést fog szervezni a Szabad Sajtó útra, pontosan azért, hogy megmutassuk, hogy kiállunk a Népszabadság és a sajtószabadság mellett, kiállunk amellett, hogy igenis folytatjuk az antikorrupciós tevékenységünket, nem fogjuk feladni a csatát, olyanok fognak fellépni ezen a tüntetésen, mint ugye a Párbeszéd részéről Jávor Benedek, a Párbeszéd Európai Parlamenti képviselője, az Együtt részéről Juhász Péter, és az LMP részéről is ott lesz Hatházi Ákos. Ugye ez a három politikus az, aki azt hiszem mondhatom ma, hogy a legelszántabban küzd a korrupció megállításáért a politikai szférában Magyarországon. Nem lehet megállítani az ellenzéket egy Népszabadság bezárással, nem fogjuk hagyni azt, hogy Orbán Viktor elhallgattassa akár az újságokat, akár a szabad sajtót, ha még lesz ilyen, akár az ellenzéki képviselőket. Ha már itt említette a tüntetést, mire számítanak? Ugye szombaton a Kossuth téren volt már egy tüntetés, amit civilek szerveztek, újságírók voltak ott nagy rész, de persze ott voltak sajtóhoz nem kötött emberek is. Ott voltak 1-2 ezeren, de azért ugye egész szépen megtelt a tér. Tehát akkor nem politikai pártok hívták őket utcára. Mire számít ennél többen vagy kevesebben lesznek ezt tekintve, hogy pártok hívják most az embereket? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan leszünk. Reményeim szerint sokkal többen leszünk, mint akkor azon a spontán tüntetésen ott szombat este. Én magam is ott voltam egyébként, szerintem többen voltunk, mint 1-2 ezeren, de valóban lényegtelen, hogy ez most 3-4 vagy 5 ezer ember. Jóval többre számítanunk. Mindenkit várunk oda, aki meg akarja mutatni, hogy igenis harcolunk tovább a sajtószabadságért, harcolunk tovább a demokrácia, és nem fogjuk hagyni azt, hogy Orbán Viktor szépen lassan egy diktatúrába vezesse be
az országon. Én több tízezres tüntetésre számítok. Ó, meglátjuk majd, hogy mennyien lesznek. Mi beszámolni, mindenki beszámolunk róla. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Most pedig telefonon kapcsoljuk Hegedűs Dániel külpolitikai elemzőt Berlinből. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! A svájci Neue Zürcher Zeitung egész erős véleményt fogalmazott ma, meg azt írták, hogy a keleti uniós országok egyre autoriterebb módon viselkedő politikusai egyre inkább elveszik a levegőt a kritikus újságírástól és a demokratikus véleményalkotástól. Milyen megállapítások szerepelnek még ebben a bizonyos cikkben, illetve mennyire látja ön általánosnak ezt a nagyon kritikus hangvételt a nyugat-európai sajtóban, vagy vannak, akik megengedőbben látják ezt a kérdést? A cikk megállapításai, ami egyébként Magyarországon kívül csehországi és lengyelországi példákra vonatkoznak, röviden úgy foglalhatók össze, hogy az 2008 óta a gazdasági válság következtében nemzetközi cégek leginkább kivonultak a kelet-közép-európai országoknak a médiapiacáról, ám ez sajnos a legritkább esetben vonta maga után azt, hogy itt valóban a szabad sajtó továbbra is függetlenül létezhetett volna, hiszen a helyüket általában vagy az erős állami kontroll, vagy pedig a helyi politikai elittel jó kapcsolatot ápoló oligarchák vették át. Tehát 2008 óta van ez a folyamat, ami tetten érhető, és hogy ennek sajnos most már egyre negatívabb következményei vannak, amire Magyarországon a Népszabadságnak az esete szolgáltatta a legutóbbi és legaktuálisabb példát. Összességében véve, ön hogy látja, a nyugati lapok hogyan értékelik? Úgy, hogy gazdasági döntés a Népszabadság bezárása, vagy politikai indítatású döntés? A nyugati lapok a kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében általában mind a két oldalnak szánnak jelentősebb figyelmet, és maguk az újságcikkek azok ritkán tartalmaznak kommentát. A Guardian cikke emelhető ki ebből a szempontból, ami egyértelműen médiapolitikai pucsnak minősítette az esetet, és a Deutsche Welle-nek, a német közszolgálati tévének a honlapján jelent meg egy írás, ami nagyon-nagyon erőteljes kifejezéseket használt a hatalom megragadásának, illetve a média egységesítésének olyan német kifejezéseit említették, ez a Machtergreifung és a Gleichschaltung, amit a német közbeszédben egyértelműen az 1933-as eseményekkel, tehát a hitleri hatalom átvétel eseményeivel összefüggésben alkalmaznak. De ezen túlmenően a német média, Frankfurter Allgemeine Zeitung kifejezetten, tehát saját vélemény megfogalmazása nélkül bemutatta egyrészt, hogy a magyar politikai helyzetbe illeszkedve mennyire veszélyeztetett a független sajtónak a létezése, illetve azt is, hogy milyen gazdasági összefüggések állhatnak a befektetőnek, illetve a tulajdonosnak a Népszabadság bezárására vonatkozó döntése mögött. Hegedűs Dánielnek nagyon szépen köszönjük, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Most pedig itt a stúdióban folytatjuk tovább. Dojcsák Dalma, a TASZ Szólásszabadság program vezetője. Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Jó napot kívánok! Folytassuk egy picit ott, ahol az előző beszélgetés abban maradt, a nyugat-európai sajtó visszhangot láthattuk, hallhattuk. Uniós vezetők is megszólaltak a témában. Ön szerint például az elképzelhető, hogy lesz ennek valamilyen konkrét következménye? Azt ugye láttuk, hogy 2015. októberében Lengyelországgal kapcsolatban, ahol ott a közmédiánál nagy arányú személycserék voltak, ott ez volt az egyik oka például annak, hogy jogállami eljárást indítottak Lengyelországgal szemben, de az ugye közmédia volt, itt meg végülis csak egy magánmédiáról van szó. Ön szerint lesz-e bármilyen következmény? Vagy csak ennyi, hogy az uniós politikusok üzentek valamit, és itt a vége? A szólásszabadság, sajtószabadság kérdésekkel összefüggésben az Európai Uniónak nagyon szűk a mozgástere, ez még mindig a tagállamok saját szuverenitásába tartozik, hogy ezekben a kérdésekben szabályozást alkossanak, és reagáljanak az olyan eseményekre, mint ami például Magyarországon is történt a Népszabadság kapcsán. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniós szerveknek, illetve Európai Uniós tisztséget betöltő személyeknek nagy szerepe van abban, hogy politikai következménye lehessen ennek az eseménynek, de hogy jogi következményei legyenek ennek az eseménynek, a Népszabadság felfüggesztésének, bezárásának, azt nem gondolom, hogy elképzelhető lenne. Mi lehet a politikai következmény? Azt hiszem, erről nem én vagyok hivatott beszélni, én a jogi oldaláról tudok a dolgoknak beszélni, de bízom benne, hogy ez a probléma, a Népszabadság bedarálása is hozzáadódik ahhoz a rengeteg közelmúltbeli problémához, ami Magyarországon a demokratikus jogállam és a
garanciális, biztonságos jövőképét bizony erősen befolyásolta. Térjünk át a jogi kérdésekre is. Ugye önök azt mondják, hogy most a munkáltató a munkajogi szabályokat folyamatosan megsérti. Mivel sérti meg konkrétan? A társaság a szabadsági jogokért azt vállalta, hogy ingyenes jogi segítséget nyújt a Népszabadság munkavállalóinak rendezni az ő munkajogi helyzetüket. Jelenleg nagyon nem világos, hogy mi a munkajogi helyzet egyáltalán. Komoly problémákba ütközünk már akkor, amikor információt próbálunk szerezni a munkajogi körülményekről, ami a munkáltató részéről fennáll a munkavállalók felé. Ugye őket felfüggesztették egy alá nem írt levélben. Tehát amit maga a cég nem írt alá. Így van, egy olyan levelet kaptak már, aki megkapta egyáltalán, mert olyan munkavállalókkal is találkoztunk, akihez még a mai napig nem jutott el ez a levél, amiben a munkaviszonyukat felfüggesztik, ami nem csak azt jelenti, hogy nem kell, hogy dolgozzanak, miközben kapják a munkabért, hanem nem is dolgozhatnak egyáltalán. Tehát egyébként sajtóorganumok hiába ajánlanak fel publikálási felületet számukra, legalábbis saját nevük alapján ők biztos, hogy nem jelentethetnek meg cikkeket. Ugye ezt jól értem? Hát ha nem jelentethetnek meg cikkeket, akkor, hogyha nem akarják megsérteni a saját munkaszerződésüket, ami még továbbra is hatályos, hiszen nem mondott föl nekik a munkáltató, továbbra is köti őket az, ami a munkaszerződésükben van, és továbbra is valamilyen lojalitást kell mutatniuk a munkáltatójuk irányába. Következésképpen munkáltatói engedély nélkül nem publikálhatnak. Nagyon röviden, most a munkavállalók közös megegyezést szeretnének, és szeretnék megkapni az ezzel járó juttatásokat, gondolom végkielégítést. Ön erre mekkora esélyt lát? Nagyon nehéz ezt megmondani. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a munkáltató azzal, hogy nem enged hozzáférést az e-mail posta fiókjukhoz a munkavállalóknak, nehezen jutottak hozzá, aki egyelőre hozzájutott a saját személyes dolgaihoz. Továbbra sem léphetnek be az épületbe, és még sorolhatnám ezeket a helyzeteket. Ez nagyon valószínűtlenné teszi, hogy itt valamilyen belátható időn belül közös megegyezés szülessen. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönöm szépen. És ez volt már a Nap Híre, most következik a híradó, és holnap is várom Önöket itt a Nap Hírével. Viszontlátásra!